Kedves nézőink, 150 éves a Vigadó, ha emlékeznek, január óta adunk hírt arról, hogy hogyan is ünnepel, mi az a rendezvénysor, amivel a Vigadót szeretnénk megmutatni önöknek, általában a társadalomnak, a legújabb generációnak, és nekünk pedig akár egy kis nosztalgiázás is, ha régi szép képeket nézünk. Mai adásunkban azt szeretnénk megmutatni önöket, illetve beszélgetni róla, hogy vajon a legfiatalabbak, az iskolások, középiskolások hogyan látták, hogy vettek részt egy versenyen, és szeretnék önöknek megmutatni egy hölgyet, aki pedig zsűritag is volt ezen a versenyen, és szerzője egy csodálatos könyvnek. Hadd mutassam be önöknek dr. Holló Szilvia Andreát, aki, amint említettem, zsűritag volt, és szeretettel üdvözlöm Lesti Árpádot, aki kommunikációs vezető, és szeretnék hallani arról, hogy mi is ez a verseny, ki találta ki, mi volt a célja? Hát, hogyha azt kell megnéznünk, hogy ki találta ki, akkor nagyon gyorsan magamra kellene néznem, amit nem tudok teljesíteni. 2015. januárjában indítottuk ugye el évelején a 150 éves a Pesti Vigadó programsorozatunkat, ezzel kapcsolatban voltam már ugye önöknél itt, és beszámolhattam a programsorozat egyes alkalmairól. Annó az volt az elképzelésünk, hogy mivel 1865-ben nyílt meg a Vigadó, ez a 150. éve, egész évben szerettünk volna különböző programokkal kedveskedni a tisztelt látogatók számára. És a programsorozat sikere bebizonyította számunkra, hogy igenis van erre érdeklődés, és van érdeklődés a Vigadónak a programjai iránt. Éppen ezért az év további részén is szerettünk volna különböző programokat létrehozni. Ha csak egyet-kettőt említhetek meg, akkor meg kell említenem, hogy májusban gyermeknap alkalmából hát egy általános iskolások számára gyermekrajzpályázatot hirdettünk, amelynek a legjobb műveiből, és több tucat műre kell gondolni, gyermeknapon, a gyermeknapi programoknak a részeként egy kiállítás nyílt a Vigadó galériában. És utána, hogyha még egy dolgot kiemelhetek, az ugye a Magyar Művészeti Akadémia közreműködésével Liszt Ferencnek a Szent Erzsébet legendája című oratóriumát sikerült színpadra állítani, pontosan 150 évvel az eredeti bemutató után. Tehát voltak különböző programok, amelyekkel már a 150. évfordulóval játszottunk, és idén év elején egy beszélgetés során fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jól mutatna a díszteremben egy csapatversenynek a döntője, hiszen a díszterem szinte adja magát, hogy itt több tucat ember elfér akár úgy, hogy versenyeznek. És így született meg a gondolat, amelyből végül a Pesti Vigadó csapata egy kétfordulós csapatversenyt hozott létre, amelyre az volt a célunk, hogy, és itt középiskolás csapatversenyre kell gondolni, hiszen a programsorozatban voltak olyan programok, amikben már az óvodásokat szólítottuk meg, voltak olyan programok, amelyekben a idősebb generációkat szólítottuk meg, mint említettem, volt olyan programunk, ahol kifejezetten általános iskolásokat szólítottunk meg, úgyhogy ne maradjanak ki a középiskolások sem, szerettünk volna egy középiskolás csapatversenyt létrehozni, és adta magát akkor a gondolat, hogy ennek a csapatversenynek értelemszerűen a Vigadó 150. évfordulójával kell szintén játszania, viszont nem tudtuk, hogy hogyan menjünk, milyen irányba menjünk, és ekkor fordultunk ugye Holló Szilvia Andreához, aki egy nagyon népszerű könyvnek a szerzője, a Pesti Vigadó Tündérpalota a Dunapartján című kötetnek a szerzője, amely 2014 márciusára, a Vigadó megnyitására került a boltokba, érhető el például a Vigadóban is. És így kezdődött el egy közös gondolkodás, hogy hogyan is tudnánk létrehozni egy olyan középiskolás csapatversenyt, amely érdekes, színvonalas, a diákokat megmozgatja, és hát nem utolsó sorban azért nehéz is, és így alakult, így jött létre a mostani csapatversenyünk. Hát köszönjük szépen, ebből persze nézőink sok mindenről hallottak hírt, ellátogattunk a Liszt Ferenc emléknapra, vendégeink voltak, Juhász Judit, akár a szereplők, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes visszaemlékezni erre az elmúlt egy évre, és közben megmutatom önöknek ezt a szép könyvet, mert ez valóban szép. Kívülről, belülről meg lehet simogatni, és nagyon gazdag képanyaggal rendelkezik, úgyhogy akinek nincs meg, érdemes forgatni, és megismerkedni vele. De hát akkor most a szerzőhöz fordulok, hogy
Ő hogy látja ezt a versenyt, mennyiben örül, hogy ebben részt vehetett? Természetesen nagyon örülök annak, hogy részt vehettem ebben a versenyben. Borzasztó profi volt a versenynek a lebonyolítása az elejétől a végéig. Azzal kezdődött, hogy megalakult egy előkészítő bizottság olyan szakértőkből, akik a vigadó történetével összefüggő különböző területeknek, tehát a zenetörténetnek vagy az építészetnek a szakértői, és közösen kezdtünk el azon gondolkodni a vigadó munkatársaival, hogy hogyan lehetne egy valóban a 21. századnak megfelelő vetélkedőt megszervezni. Tehát az volt a cél, hogy a gyerekek ne unalmas esszéket írjanak, ahol ha csapatversenyről van szó, ugye, akkor valószínűsíthető, hogy egy gyerek megírja, a többi pedig nagyon-nagyon buzgón bólogat és drukkol, hogy időben beérkezzen a pályamű és bekerüljenek a végső megmérettetésbe, a fő döntőbe, hanem kitaláltunk egy olyan megoldást, hogy a beküldendő pályaműveket két lehetőséget adtunk, vagy úgy készítsék el, hogy az egy 19. század második felében készülhetett programfüzetre hasonlítson, tehát állítsanak össze zenei, kiállítás és egyéb témakörökben egy programfüzetet, vagy pedig készítsenek egy olyan összeállítást, ami lehet egy útleírás, egy úti könyvrészlet, napló, bejegyzés, levél például, ami egy városi utazást elemenít fel, ez lehet ugye egynapos, vagy akár többnapos is, de az egynapos inkább javasolt, és ennek az írás műnek központi helyén természetesen a pesti vigadó meglátogatása szerepeljen. Most miután 1865-ben nyílt meg a vigadó, természetesen leszűkíthettük volna egy évre is a vetélkedőnek az időtartamát, de akkor azt hiszem, hogy a zsűri tagok és ugye az előkészítő bizottság tagja is nagyon nagy gondban lettek volna, mert hogy 1865-ből válogassunk olyan művészeti és történelmi eseményeket, amelyek valóban középiskolások számára is ismertek lehetnek, vagy könnyen megismerhetők lehetnek, ez egy roppant nehéz feladat lett volna, és azt hiszem, hogy nem is lett volna túlságosan népszerű. De 1865-től 1896-ig tágítottuk ki azt a határt, amit a verseny során a versenyzőknek meg kell ismerni és be kell tudni mutatni, és így gyakorlatilag a vigadónak az első aranykorát sikerült igazából a figyelem középpontjába állítani, hiszen tulajdonképpen a vigadó első 25 éve is Liszt Ferenccel szinte összefort, úgyhogy egy nagyon-nagyon mozgalmas és nagyon szép időszakról kellett a versenyzőknek végül is a tudásukról számot adni. És akkor ők hogy készültek föl? Tehát azért gondolom, hogy itt kellett egy kutató munka a számukra. Alapvető célunk volt, hogy ne a iskolákhoz kapcsolódó önkormányzatok által fenntartott könyvtárak közötti különbségre lennénk mi kíváncsiak. Tehát, hogy ne az döntsön, hogy melyik diáknak jobbak a lehetőségei, hanem az döntsön, hogy melyik diák, illetve melyik csapat tesz bele több energiát. Éppen ezért ezt úgy tudtuk elérni, hogy mindent föltettünk az internetre. Volt egy külön oldal, ahol ők barangolhattak? A honlapunkon összeállítottuk azt a javasolt irodalomlistát, vagyis hát összeállítottunk egy javasolt irodalomlistát, és azt közzétettük a honlapunkon, mégpedig úgy, hogy minden, ami abban az irodalomlistában szerepelt, az interneten elérhető volt. Meg volt megfelelő link, csak rá kellett kattintani, és ott volt az, hogy mondjuk a 25-től 36. oldalig van az az anyag, amit őnekik el kell olvasniuk. Tehát mindent elérhetővé tettünk, nem kellett hozzá semmi más, csak az, hogy a diák leüljön a számítógép elé, az minden iskolában azért manapság már van, internet hozzáférés az iskolákban biztosított, és átolvassák azt a mennyiséget, hozzáteszem, nem volt kevés, hiszen igen komoly díjazás mellett valósult meg a verseny, azt a mennyiséget végigolvassák, amelyet mi javasoltuk számukra. Hogyha az időbeli ütemezését nézzük a versenynek, mi szeptember elején hirdettük meg a Magyarország és határon túli iskolák számára ezt a versenyt. Október végéig kellett nekik beadni az első fordulós pályaműveket, úgyhogy azt gondolom, hogy több mint másfél hónap állt rendelkezésre, hogy ezt összeállítsák. Ez az idő elég arra, hogy egy ötfős csapat a felkészítő tanárnak a közreműködésével összeállítson egy 10 000 karakteres anyagot. Több tucat pályamű meg is érkezett, ezt követően a zsűrinek igazából a beérkezés után körülbelül 3 hete volt arra, hogy kiválassza az első 10-et, azt, amelyet szeretne a döntőben látni, mégpedig úgy, hogy nem ismerték a
a zsűritagok nem ismerték a csapatoknak, hogy honnan valóak, hiszen csak egy jelige, minden csapatnak volt egy nev, amit saját maguk választottak. Ez alapján lehetett pontozni, és a zsűritagok egymás pontjait sem ismerték, csak a legvégén. De így összeállt az a 10 csapat, amelyet a döntőben fogadtunk, és a döntőre 2015. december 4-én került sor a Pesti Vigadó dísztermébe, egy óriási, gyönyörűen felépített háttérrel, illetve egy igen ünnepi keretek között, és a 10 legjobb csapat itt tudta összemérni erejét. Tehát az egyik volt egy ilyen egy csapat döntő, munka, élő verseny? Így van, 150 éves a Vigadó, ezért egy 150 pontos feladatsor volt összeállítva, különböző feladatokat kellett megvalósítaniuk, vagy megoldaniuk, azt hiszem a Szilvia erről inkább fog néhány mondatot szólni. Én azt emelném ki, tehát egyrésztről, hogy mindent az interneten elérhetővé tettünk. Az első 10 csapatnak, akik a döntőbe jutottak, a pályaművei az interneten szintén elérhetőek, a vigadó.hu-n keresztül meg lehet tekinteni. Gyönyörű művek születtek, szintén nem szeretnék hosszabban róla beszélni, hiszen a zsűri tagja nyilván jobban el tudja mondani, hogy melyik volt izgalmas és milyen, miket tapasztaltunk. És az is nagyon fontos volt számunkra, hogy ez egy csapatverseny, de itt egyénileg is mindenkinek bizonyítania kell. Ezért a döntőben olyan feladatok is voltak, ahol egyénileg kellett a csapatversenyzőknek megoldaniuk a feladatot, és hogyha nem tudták, nem járt pont érte. Nagyon fontos volt számunkra az is, hogy a felkészítő tanárt is bevonjuk ebbe a versenybe, ezért a felkészítő tanár is ugyanabban a jutalomban részesült, mint a diákok, a versenyezés alapján díjazott diákok. Akkor most kíváncsi lennék a zsűri véleményére, hogy mennyire jó pályaművek születtek. Ugye az első forduló az írásbeli munka benyújtása volt, határidőre, ahogy Árpád is említette, nagyon sok értékelhető művet kaptunk, és nagy hangsúlyt fektettünk arra, már a verseny kiírásában is ez szerepelt, hogy kreatív munkákat várunk. Tehát nem csak az, hogy valaki a megadott szakirodalom alapján összeállítson valamilyen naplórészletet, útikönyvet vagy egy programfüzetet, hanem azt is szerettük volna látni, hogy ezek a fiatalok vajon milyen, akár 21. századi nagyon modern megoldásokkal tudják ezt élővé varázsolni. Most a pályaműveknek egy része egészen rendkívüli volt, tehát volt olyan, aki például saját maga, tehát a versenyződiákok rajzoltak, tehát rajzos, képes kis programfüzetet kaptunk. Voltak olyanok is, akik applikációt készítettek, vagy például egy számítógépen egy blogot állítottak össze, mindehhez zenét mellékeltek, nagyon sok korabeli fotót gyűjtöttek internetes forrásokból, saját maguk például fiktív naplókat, fiktív személyek fiktív naplóit találták ki, de volt olyan iskola is, akik egy valós és valóban 1867-ben Pesten a királykoronázáson és a vigadóbeli banketten részt vett történelmi szereplőnek a bőrébe bújtak, és az ő utazását próbálták meg eleveníteni, és ezt nyújtották be, úgyhogy ez volt az első forduló. De valóban igaz az, hogy az első fordulóból tovább jutott 10 csapat a legkreatívabb és a leginkább felkészült versenyzőkből áll. Merről jöttek az iskolák? Határainkon belül, kívül? Eredeti célunk az volt, hogy bárhonnan jöhetnek. A Kárpát-medence minden részéről vártuk a pályaműveket, és ez így is valósult meg. Elsődlegesen a budapesti és a vidéki csapatokon kívül délvidékről kaptunk pályaműveket. Végül a zsűri döntése értelmében teljesen véletlenül úgy sült el, hogy 4 budapesti, 4 vidéki és 2 határon túli csapatunk volt, egy újvidéki, valamint egy szabadkai gimnázium, valamint Hajdúböszörmény, Szolnok, Veszprémi gimnáziumokból kaptunk olyan pályaműveket, akik végül bejutottak a döntőbe. És akkor, kedves nézőink, most ismerkedjünk meg a győztesekkel. Ők nem mások, mint a veszprémiek. Mondják el ők, hogy ők hogy érezték magukat a versenyen. Felkérem professzor Emeritus Fekete György elnök urat, hogy adja át a Tündérpalota a Dunapartján Pesti Vigadó 150 középiskolai csapatverseny fődíját a győztes csapatnak, amely csapat nem más, mint a Vetési Albert Gymnasium Csopa csapata Veszprém. Ez a verseny nagyon nagy élmény volt számunkra. Egyrészt az első fordulóból is sokat tanultunk, amelyre készítettünk egy blogot. A korban élő egy francia hölgy naplóját
írtuk tulajdonképpen le, valamint a második fordulóra szerintem még többet tanultunk. Rengeteg zenét hallgattunk meg, ugye főleg a megadottakat, de egy kicsit többet is, a megadott forrásokat is olvastuk, így nagyon sokat megtudtunk Liszt Ferencről, ugye ő volt tulajdonképpen a központi alak, valamint hát rengeteg más alakról is a korból, és természetesen a Vigadó épületéről, valamint a korabeli magyar stílusról. Szerintem nagyon nagy élmény volt, és hogyha még egy ilyen verseny indulna, úgy gondolom, hogy azon is indulnánk, mert kihagyhatatlan. A díj, amit kaptunk, egy 6 napos, 5 éjszakás passzói hajó teljes ellátással, amin együtt fogunk részt venni jövő nyáron, és már nagyon vártuk természetesen a versenyt, és ez volt a cél, hogy megnyerjük a hajóutat. A fődíj az azért került így kiválasztásra, a hajóút, hogy közelről is megismerkedhessünk egy kicsit Liszt Ferenc életének fontos állomásaival, amik mind Duna parti városok, köztük Budapest és Bécs is, és reményeink szerint ezt az utat fogjuk végigjárni a nyáron a hajóút során. Szeretnénk, ha bemutatná az iskolát, hiszen biztos, hogy az országban kevesen tudnak róla. Mi a Vetési Albert Gimnáziumból jöttünk, Veszprémből. Múlt évben ünnepeltük a 25. éves fönnállását, jubileumát, tehát igazából egy nem túl régmúlta rendelkező intézmény. Ezzel szemben nagyon eredményes, számos tanulmányi versenyen szép sikert érnek el a diákjaink, és hát ezt bizonyítja ezen a versenyen is az eredményünk. Hát most hallottunk a díjról is, de ez egy különleges díj. Így van, a Magyar Művészeti Akadémia díja lett a fődíjunk. Az akadémia ajánlotta föl egy 6 napos, 5 éjszakás dunai hajóutat egészen a Vigadótól Passauig, és az a tapasztalatunk, hogy ezzel a díjjal meg tudtuk fogni a diákokat, hiszen már csak a díj miatt is érdemes volt ebben a versenyben részt venni, és a valamennyi döntőbe jutó csapatnak a visszajelzéseiből azt szűrtük le, hogy sikerült olyan díjat felajánlanunk, vagy az akadémiának felajánlania, ami valóban megmozgatja őket, és amiért érdemes volt ebben a versenyben részt venni. Amellett, hogy mindenki győztes, hiszen minden résztvevő csapat valamilyen apró jutalmat kapott tőlünk. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és önöknek azt tudom mondani, hogy ebben az évben mi még találkozunk a Vigadóval, hiszen a decemberi nagy karácsonyi nézői klubunkat nem máshol töltjük el, mint a Vigadóban, ahol most már előre megköszönöm a meghívást, nagyon érdekes lesz vezetővel, vagy talán éppen Árpáddal, lesz, majd még megpróbáljuk megfűzni, hogy de jó lenne, ha ő mesélne nekünk a Vigadóról, körbejárjuk, megismerkedünk, megnézünk egy éppen aktuális kiállítást, és uzsonnázunk az étteremben. Nagyon köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.